Sziasztok, itt Szindák V7 Waters. És egy ilyen videóval, úristenem, mennyire rég jelentkeztem, azt a büdös istenit. Alapvetően videóval rég jelentkeztem, kijött a Sword & Shield már nagyon régóta, 5 hónapja, de most, hogy elkezdett kialakulni egy meta, ezért úgy gondoltam, hogy mint annó be akartalak titeket vezetni a kompetitív Pokémonba, és ez sokakat sikerült is, most eléggé megváltozott a meta, és ugyanígy szeretnélek bevezetni titeket a legújabb metába. Gyakorlatilag kaptunk új itemeket, bizonyos Pokémonokat leszedtek a választhatók közül. Pokémon Home most már párat visszahozott, ennek örülünk is. Hidden Power még mindig tiltott, kevesebb Pokémon tud nekoffot, szóval így a legtöbb használt dolog az kicsit off, és akkor úgy gondoltam, hogy egy Overused csatát kezdünk, most Overusedben azért hát eléggé durva kórok vannak, és mivel én még egyáltalán nem játszottam így gyakorlatilag showdownon kompetitíven ezt a fajtát, gyakorlatilag csak normál, vagy hát ilyen random csatáztam, és Smogont követem rendesen, hogy tudjam, mi az aktuális meta. De úgy gondoltam, hogy most építünk egy újú csapatot, ugye a jelenlevő újú dolgokba, és próbálok minél több új Pokémont belerakni, stb. Az nagyon jó, hogy a szellem típus az eléggé OP lett, ezért van egy olyan Pokémon, aki köré én akarom építeni a csapatot, még akkor is, hogyha tudom, hogy ez nem egy újú csapat, viszont tudjátok, hogy mennyire szeretem Delmice-t, és önmagában a Rapid Spin is nerfölve lett, egy kicsit erősebb, és most már plusz egy speedet ad, és 50-es power az eddigi 40-es power helyett, azt hiszem, szóval, vagy 20-as power helyett, és na, minden esetre sokkal jobb. És arra gondoltam nektek, hogy hozzunk egy évi Delmice-t így kezdésnek, tehát nem egy, tehát azért. És a normális szettet rakok neki, tehát ez egy ilyen standard szettje Delmice-nak, gyakorlatilag ugye három stab, mert Steelworker, azt ugye még tudjuk, hogy a gyakorlatilag egy stab bónusz, tehát a Steel Type mozdulatoknak, és gyakorlatilag ezzel egy nagyon durva attacker Pokémon-t csinálunk, igen, max attack-kal szeretném, minél nagyobb damage outputunk legyen, és látjuk, hogy 116 a speed, ami nem olyan nagy, de azért hagyok rajta ennyit, hogy azért a legtöbb lassú Pokémonnál, itt gondolok például nagyon nagy Treantre, ami Reunique lesz, nála gyorsabb legyen, és ezzel van egy szellem Pokémonunk, ami ebbe a generációba eléggé overpower, sajnos, illetve nem sajnos, hát én ugye szellem Pokémonokkal nincsen bajom, de Delmice az, aki köré akarom építeni ezt a csapatot. Természetesen csak akkor tudok videózni, amikor az órán megszólal, de nem baj. És ebben a videóban megépítjük a csapatot, a következő videóban pedig értelemszerűen harcolunk ezzel a csapattal. És így kipróbálhatjátok, hát ha nektek is tetszik, mi a gondolat mert mögötte, mi a taktika. Szóval ezzel a szettel gyakorlatilag azt tudjuk elérni, hogy rapid spinnel úgy tudunk gyorsulni is, nem mellesleg, viszont lesz egy viszonylag jó speciális védő Pokémonunk, úgyhogy nagyon nagy damage-et tudunk bevinni, Trick Room csapatok ellen egy nagyon jó counter, és e köré kell építeni magát a csapat többi részét. Na most, ugye, sötét típusra vagyunk gyengék, jég típusra vagyunk gyengék, más szellem típusra vagyunk gyengék, tűz típusra vagyunk gyengék, bogárra, tehát nagyon sok mindenre gyengék vagyunk sajnos ezzel a típus kombinációval, főleg fizikai oldalon, és ebből hát a jeget azt kiszedem, nem oszvány azért gyakori, de hát meg mondjuk amúgy a V-vile-ok ellen is eléggé gyengék vagyunk, de mindegy, a jeget azt inkább speciálisnak veszem, és akkor most a sötét az a legnagyobb ellenségünk, ami azért eléggé durván fizikai. Szóval
sötétre kell valami jó kis védő Pokémon, és én az egyik kedvenc új Pokémonom, Sötét Fairy, Grimmsnarl, nagyon szeretem, tehát ez a típus kombináció így nagyon új, és nagyon sok jó dolgot tud megtenni, tehát Prankstert is, Frisket is, Pickpocketet is, de mivel ő most inkább egy defenzívre szeretném gyakorlatilag, ezért lehet, hogy Pranksterrel jobban járunk. Azért újúban eléggé kiszámíthatók az itemek, Frisk az így használhatatlan. Mert nem használhatatlan, hanem felesleges, mert azért újúban eléggé kiszámíthatóak, viszont a Pickpocket az jó lehet, de inkább most a Prankster képességet adom neki, és azért őt csináljuk meg egy kicsit fizikai védővé inkább, és akkor fizikai támadás is lehet neki, ugye neki van egy nagyon jó gyakorlatilag Sucker Punch-ot, azt meg tud tanulni, az azért hasznos, és van neki egy sajátos fairy move-ja, ami nem a Play Rough, hanem a Spirit Break, ami azért jó, mert az ellenfélnek a speciális támadását mindenféleképpen csökkenti, ami egy fizikai védő Pokémon esetében tök jó, és gyakorlatilag rakok neki két stabot, és emellé, mivel ő még a gyakorlatilag amúgy a úgymond a szellem ellen is megvéd, szellem meg sötét ellen megvéd, gyakorlatilag még rakni kéne neki lehet vele ilyen light screen reflect szettet, és hát most nagyon elgondolkoztatott, de amit még szeretnék, az, hogy ugye mivel nem vagyunk nagyon gyorsak, talán egy Thunder Wave lesz az, ami jöhetne, 90%-os, de önmagában így tök jó, és akkor egy Leftovers-szel nem szórakozom, mehet a Leftovers, és ugye nem szeretem párosan felé, tehát páratlanok leszünk, viszont annyi, hogy Defense, Special Defense-et osszuk el. Akkor Defense legyen pluszba, mínuszba mehet a Special 5-ek. Most 200-201. Még elosztom. Most 211-213. Ugyanannyira legyen. Oké. Jó. Teljesen nem osztottam, 218-218, tökéletes, speed az nem kell, mert viszonylag lassabb bulky csapatot csinálunk. Oké. Most ez a Grimmsnarl-nak a poison gyengesége, meg Delmize-nak is, ez ellen kell valamit kezdeni, és valami steel Pokémon-t emiatt be kell tenni. Tehát egy steel Pokémon-t beteszünk, nézzük milyen újú steel Pokémon-nak vannak, Jirachi természetesen. Ha esetleg nem fájna. Excadrill legópébb Pokémon gyakorlatilag ebbe a generációba. Ferrothorn védekező korba az így eléggé jól néz ki. Viszont tűzre akkor nagyon gyengék lennénk. De nagyon tetszik nekem az opció. Vagy egy Durant mondjuk. Aegislash-sel, hogy szétszpemmeljük a Ghostot, ezek mind nagyon jó opciók, vagy Corviknight, de Corviknightet nem akarom beletenni már ebbe a csapatba. Szerintem én afelé hajlok, nekem nagyon tetszik ez a Ferrothorn opció. Tudom, kicsit abszurd, de ő is kap egy Leftovers, mert nagyon jó Leftovers-szel, és gyakorlatilag egy Leech Seed, Spikes, hogy legyen valami kis setup, Stealth Rockot is tudsz, azt is tudsz, és legyen egy támadó mozdulata is, ami legyen a Gyroball, és gyakorlatilag majdnem max defense, max defense, kis atak, tökéletes, minus speed. Oké, akkor ha már itt vagyunk, akkor egy Trick Roomer is jöhetne. És én amúgy így nagyon gyorsan arra gondoltam, mert tűz ellen vagyunk gyengék, én egy Jellicentre gondoltam így egyből,
hogy az úgy jó lehetne, de nem tudom, hogy ő most már benne van-e a meccsába. De tűztípus ellen jónak kéne lennünk. Tehát értelemszerűen ilyen bronzong az nem jöhet szóba. Vimzikát se. Runerigösz, meg ezek se. Reunik, Jellicent persze ott van. Jellicent egy nagyon jó. Nézzétek meg, Special Defense 105, gyakorlatilag ez a legnagyobb Special Defense, amit eddig láttam. Kofagrigusznek van még hasonló. Gellidnek nagyobb a Special Defense, azta. Viszont a HP-ja meg jóval kevesebb. Dusclops-nak is jó, de a HP-ja értelemszerűen kevés. Mute, nem akarom ilyenre pazarolni. Mr. Mime-nek is a HP-ja kevés, az a bajom. Szóval én erre a Jellicentre hajlok nagyon, vagy használunk Chandelure-t, ami eléggé OP. Vagy csak akkor meg megint sötét ellen leszünk, megint nagyon gyengék, sötét típus, illetve hát más szellem típus ellen. Vagy egyszerűen használom Hatterene-t, ami a legjobb Magic Bounce, vagy a legjobb Trick Room-er, de köré egy másik csapatot szeretnék építeni. Szóval én amondó vagyok, hogy talán én a legjobban, amit kinéztem, a Jellicent-tel járok. Jellicent és még hozzá. Hát neked is a Leftovers a legjobb item. Water Absorb, az ellen kell az immunitás, és akkor egy egyszerű Shadow Ball, sőt, Will-O-Wisp, Scald, és nem is Shadow Ballozok, hanem Hex, az akkor így erősebben üt, és még egy dolog kell, legyen Recover, hogy az is legyen, és akkor te is, úristenem, 403, Max Special Defense és egy kis Special Attack. Ez a kor nagyon jó. Gyakorlatilag ide mellé még egy jó kis tűz Pokémon, és mivel sötét meg szellem ellen vagyunk gyenge, én egy bizonyos tűz Pokémont azt nagyon jónak tartanék, ami Heatran lenne, de ő szerintem még nincs benne a játékban, igen. Aztán. Viszont akkor nézzük, milyen opciónk van. Gyakorlatilag a legnagyobb tretek azok itt vannak, felsorolva. Például egy Conkeldurr az eléggé átmenne rajtunk, az annak nem örülök. Mew is veszélyes lehet, Mimikyu is, azok. De én szerintem szeretnék egy méreg Pokémont. Az nagyon jó jönne. Főleg, hogyha lenne egy méreg sötét, mondjuk Drapion. A méreg sötét Pokémon eléggé jól jönne. Vagy maradok az ilyen szokásos Seismitót szintű Pokémonnál, és akkor azt lehet, hogy Jellicentet még cserélhetném is Seismitódra. Mert Seismitód ugye az nagyon jó kombót alkot Ferrothornon sajnos, és ez ójú. Itt nincsenek nagy változtatások a Pokémonokba, szóval cserélem is Seismitoadra. Tehát egyszerűen Seismitoad zseniálisan jó Pokémon. Ebbe a generációba Water Absorbot tudunk neki is adni, és az a jó, hogy tud Sludge Wave-et, Earth Power-t, Scaldot, és rakok neki még, még mit rakjak neki? Valami coverage-et. Makoff az jó. Jó az. És nézzétek, még több HP. Nem akarok neki special attackot ennyit rakni. Ennyi attackot se szeretnék. Ő neki special defense-et szeretnék sokat. És a többi az mehet special attackra. Így. Minus speed-del mehet ő is. Ja, de azért akartam a Jellicentet, hülye vagyok, mert Trick Roomer. Igen. Érdekes. Találok egy másik Trick Roomert, mert egyelőre ez így viszont eléggé jó csapat.
Szóval akkor még egy trick room. De akkor ennek tényleg tanítsuk is meg a trick roomot. Egy gazatú érdekes lépés lenne. Ugyanúgy, hogy Jirachi is. Psychic típus nem akarok, mert nagyon gyengék leszünk mindenre. Szóval... legjobb trick room ennek amúgy nekem Whimsicott tűnik. De most komolyan mondom. Tehát, hogy így az vicces. Vagy Klinkling. Á, nem. Vagy amúgy még mindig azt mondom, hogy Chandelure. Tűnik a legjobbnak, mert tűz immunitás. Az egyik nagyon jó típusa van ezzel a Fire Ghost-tal. Vagy mondjuk Aromatis, az is eléggé jónak néz ki. De akkor gyakorlatilag kéne még egy acél immunitás, valami föld Pokémon, még akkor kéne, vagy egy másik acél. Vagy még mondom, Hatterene. Tehát Hatterene az a zseniális. Vagy Orbital. Orbital nem olyan rossz. Legyen Orbital, méghozzá Frisk képességgel, hogy azért legyen egy Friskerünk, és gyakorlatilag adok neki egy Heavy Duty Boots-ot. Mert azért csak bogár típus, és akkor ő egy Trick Room-ot meg tud tanulni, és akkor Psychicunk úgyse volt, Bug Bust is meg tud tanulni, és a Hipnózist is meg tudja tanulni, nem mondom, úristenem, tehát Hipnózist is meg tudja tanulni, ami az eléggé jó. Max HP, minusz speed, ez nagyon jó, ez tetszik, és akkor emellé ugye tűzre még mindig nagyon gyengék vagyunk, tehát egy Tickfett mond, mondjuk tudunk nézni. Hát, nem nagyon, mert még igazából kéne nekem egy fizikai, egy jó kis fizikai támadó. Esetleg egy Defogger. Bár van Delmász, aki el tudja tüntetni az én oldalamról, szóval annyira nem sűrűk össze. Nézek inkább valami jó kis újú Pokémont, ami beillik a csapatba. Gyakorlatilag... hát igazából ugye egy tűz-dragon Pokémon lenne a legjobb, mert ugye azt jelentik a dragon tündér steelkor akkor meg lenne, illetve a fű, víz, tűz. De ilyen szerintem nincs. Viszont egy Rotom Heat az nagyon jól elfér a csapatba. Őt is lehetne Heavy Duty Boots-szal, Levitate-tel, és egy szokásos Volt Switch, Willow Wisp, Hex. Neki is lehet Hexet, akkor már akarom hozni ezt a Hex szettet, és... hát gyakorlatilag ő kell a Corviknight ellen mindenféleképpen. Még egy Nestiplotot így rárakok, hogy ez jó legyen. Úgy van, és egy gyors sweeper lesz. Rendben. Ez lesz a csapatunk. Tehát nézzétek meg még egyszer, Assault West, Delmize. Ez gyakorlatilag három leftovers-es Pokémon, de amúgy Ferrotornak, hát meg is jobb a leftovers. Most arra gondoltam, hogy kinek tudnék jobbat adni. Tehát így... Grimmsnarlon gondolkoztam, de ő se tudna így visszatölteni HP-t, tehát azért védekező Pokémonokon fontos a HP visszatöltés, most lehetne valami Berry is, de inkább hanyagolom. Orbitelen és Automan Heavy Duty Boots van, meg is akarom mutatni, hogy hogyan működik, stb. Ezen a csapatunk, és akkor következő részben játszunk egy 2-3 meccset. Szindekvillés az erő legyen veletek, sziasztok!